Ma van a vízvilágnapja, számos rendezvényt szerveznek országszerte ehhez kapcsolódóan, azzal a céllal, hogy ráirányítsák a figyelmet a tiszta víz fontosságára. Zalaegerszegen idén a legkisebbek is bekapcsolódnak a programokba. Az egyik bölcsödében kiállítás nyílt, jelenleg pedig interaktív foglalkozásokon vehetnek részt a kicsik. A helyszínről Frauenhofer Márta jelentkezik vendégével. Köszöntöm a kedves nézőket, jó napot kívánok! Az űrhajós bölcsödében vagyunk itt Zalaegerszegen, ahol egy igazi kis vízi világot alakítottak ki a gyerekeknek. 2019 óta őrzik ezt a hagyományt, a pandémia miatt mi korábban nem látogathattunk el ide, de most meg tudjuk mutatni a kedves nézőknek, hogy milyen nagyszerű szobát rendeztek be a gyerekeknek, és hogy mi mindent tanulhatnak meg itt a legkisebbek. Itt áll mellettem az intézmény vezetője, jó napot kívánok! Miért tartják önök nagyon fontosnak, hogy már ebben a nagyon kicsi korban, ugye 3 éves korig is megmondják a gyerekeknek, és tanítsák nekik, hogy mire kell figyelniük. Jó napot kívánok! Bölcsödénk szakmai programja a környezeti nevelés. Fontosnak tartjuk, hogy már a bölcsödés korosztályban kiemelt figyelmet szenteljünk a környezetvédelemnek. Ennek a részeként szervezzük a vízvilágnapi kiállításunkat, természetesen mesés formában. Nagyon színes kiállítás sikerült ezúttal is összerakniuk. Sok munka van ebben? Igen, nagyon büszke vagyok a dolgozóimra, a kisgyermeknevelőkre. Legfőképpen az ő munkájukat tükrözi. Természetesen a családokat is bevontuk ezeknek a készületekben. A gyermekek behozhatták a kis plüss játékaikat. Újrahasznosított tárgyak feldolgozásával próbáltuk még színesebbé tenni a kiállításunkat. Az látszik a képeken, hogy a gyerekeknek nagyon tetszik, amit itt kipróbálhatnak. Milyen eszközökkel próbálják nekik elmagyarázni, hogy mennyire fontos az ivóvíz? Természetesen nem csak az ivóvíz fontosságára helyeztük a hangsúlyt, hanem a víz és a vízi világgal, vízi növényekkel kapcsolatos információ átadásra fektettük a hangsúlyt. Hetekkel ezelőtt már hangolódtunk a csoportszobákba, különböző játékos foglalkozásokon keresztül, meséken, mondókákon keresztül hangolódtunk. Fogékonyak a gyerekek erre a témára? Igen, én azt gondolom, hogy ha elég kiskorban ültetjük el ennek a fontosságát, akkor egyre fogékonyabbak. Ők most játszanak, de igazából foglalkozáson vesznek részt, talán észre sem veszik, hogy közben ők tanulnak. Igen, a foglalkozást kicsit zárójelben teszem, irányított foglalkozás nincsen nálunk a bölcsödébe, teljesen önként fedezik fel a vízi világunk mesés rejtelmeit. Olyan anyagokkal próbáltunk dolgozni, és olyan elemekkel összeállítani, amiket ők már ismernek, találkoztak a foglalkozásokban és a csoportszobában ezekkel a játékokkal, illetve próbáltunk újabb és újabb fontosabb információkat belecsempészni játékosan a kis szobánkba. Most néhány kisgyereket látunk itt, de sokkal nagyobb ennél a bölcsöde. Mindenkinek lesz lehetősége betekinteni ebbe a kis kiállításba? Így van, 108 férőhelyes a bölcsödénk, egy hétig van nyitva a kiállításunk. Egy héten keresztül minden délelőtt a saját kisgyermek nevelőkkel ellátogatnak a gyermekek. Délután a családok számára tettük nyitottá, a bölcsödénkbe járó családok számára. A mellettünk működő óvodával is nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk, így őrájuk is gondoltunk, hogy március 27, 28 és 29-én az óvodások is ellátogatnak hozzánk. Április 1-én van a bölcsöde kóstolgatónk, így akik hozzánk érkeznek, és érdekli őket az űrhajós bölcsöde, a kis vízi világunkat is megtekinthetik. Tortné Gróf Andrának nagyon szépen köszönöm, kedves nézők, tehát itt Zalaegerszegen valóban számos program van, szinte minden intézményben megemlékeznek ma a vízvilágnapjáról, és ahogy láthatták, a legkisebbeknél is, tehát a bölcsödékben is gondolnak erre nagyon fontos látumra. Frauenhofer Márta, nagyon szépen köszönjük.